Akkor beszéljünk az ilyen utólag beépíthető kilométerórákról. Ez szintén egy kosó termék, ezen fordott számmérő is megtalálható az előzőhöz képest. Ugyanúgy rajta vannak a visszajelzőkben, mondjuk az üres visszajelző, az index visszajelző, a motorhiba, az olajnyomás jelzőlámpa visszajelzője. Ezek beépítéséhez az kell, hogy 12 voltos rendszer legyen a motoron. Saját jeladója van magának a kilométerórának, tehát innétől kezdve nem számít az, hogy neked eddig spirálon ment fel, vagy pedig elektromosan ment a jeladód, tehát arra a motorokra is be tudod építeni. Be tudod építeni motorra, robogóra, hajóra, quadra, snowmobilra, szinte bármire. Nem lényeg, hogy két ütemű vagy négy ütemű, ezek már csak beállítás kérdései az órán belül. Például itt a jelen esetben a fordulat számmérőnél lesz ennek szerepe. Egyébként, ha a kilométer órát nézed, akkor teljesen mindegy neki, hogy két ütemű vagy négy ütemű. Ez nem befolyásolja. Hogyha neked csónak, vagy például snowmobil, aminek nincsen kereke, vagy olyan, hogy nem tudod kiépíteni a kerékjeladót, akkor lehet kapni hozzá ilyen a Kosó által gyártott GPS-es jeladót, amit csak összedugva a saját jeladója helyére be tudod kötni, és onnétól kezdve már akár azzal is tud mérni. Így néz ki a hozzákapott leírás, és ilyen a konzol, amivel fel tudod rögzíteni ezt a fajta órát fel tudod rögzíteni a kormányra is. Például itt írja a keréknek a jeladójának a felfoghatását, illetve a bekötések vannak itt. Ezek így néznek ki. Így néz ki a keréknek a jeladója. Ezt a konzolt a féknyereknek a csavarjához tudod felfogatni, ezt is adják hozzá. Itt az a lényeg, hogy hosszabb csavar teszel bele, ami benne volt gyárlag, illetve mivel hogy itt nekünk nem volt szerencsére tárcsa, csak a konzol van kiépítve a nagyobb botolok miatt, így beleraktam a mágnest az egyik csavarba, és az került be a tárcsa csavarjai helyére. Mivel ez az oldal soha nem lesz tárcsa, így nem kell ezzel foglalkozni, hogy mennyi lesz a kilógása. Hogyha nektek a tárcsa helyére kell tenni, akkor oda célszerű olyan csavart venni, amivel már alapból be van építve ez a mágnes. A Kosó árul ilyet, külön mindenfajta kerékcsavar méretre, hosszra és menetemelkedésre is. Úgyhogy olyat célszerű beépíteni.